Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Távozik posztjáról Ivković Stojan. A férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya a februári Európa-bajnoki selejtezők után. Először Kecskeméten, ittasan gázolt el egy embert egy nő, emiatt elvették jogosítványát, de még aznap Solt-Vadkertre hajtott, ahol még mindig ittasan újabb balesetet okozott, majd távozott a helyszínről. 7 jelzőlámpás kereszteződés, 3 turbókörforgalom, valamint 2 km gyalog és kerékpárút is épül az Izsáki út négysávosítása keretében. Távozik posztjáról Ivković Stojan, a férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya a februári európai bajnoki selejtezők után. A szövetségi kapitány ma megerősítette stábunknak a hírt, és az okokról is beszélt. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének honlapján közzétett tájékoztatás szerint az elnökség kedden a szakvezetők meghallgatását követően úgy döntött, elfogadja Stojan Ivković lemondását azzal, hogy a szerződésben rögzített felmondási időben igényt tart a munkájára. A horvát-magyar szakember január elején jelentette be, hogy leül a Kaposvár kispadjára. Azonban ez a szövetségi kapitány tisztségével összeférhetetlenséget okozott, mivel a szövetségi kapitányok alkalmazásának egyik feltétele az volt, hogy élvonalbeli klubnál nem végezhetnek szakmai munkát. Stojan hozzátette, a Kaposvárral jelenleg írásos szerződése nincs, de a város közel áll a szívéhez, ezért is szeretett volna segíteni a helyi csapatnak. Nekem szerencsé volt, hogy a 8 év voltam a szövetségi kapitány, és én úgy gondolom, ilyen sikerek elértünk, melyik meg kell kötni a gatyába a következő generáció, hogy ez legyen. Úgyhogy van egy rész, melyik a poszt, van egy másik, a humán rész az ember. Én mindig ez a humán rész előtt teszem, mint a sport, úgyhogy én úgy gondolom, tovább is maradom bármilyen titulus nélkül Stojan Ivković, és áll, ez a legfontosabb. Ez a döntése mögött is ez áll, hogy embernek van egy habitusa, embernek van egy elve, és én úgy gondolom, elv szerint betartottam minden szabály. A kapitány 2013 óta irányítja a nemzeti válogatottat, amely tavaly 18 év után kijutott az EB-re, és a 15. helyen zárt Isztambulban. A szerződésében rögzített felmondási ideje miatt a februári Európa-bajnoki selejtezőkön még ő irányítja a válogatott szakmai munkáját. A kvalifikáció első két mérkőzésén a magyarok Szlovéniát fogadják február 20-án Szombathelyen, majd 3 nappal később Ukrajnában lépnek pályára. A két igazán nehéz tétmeccs marad a távozó kapitány kezében, aki elmondta, ha ezeket az akadályokat sikerrel veszi a válogatott, idén már az ő személye nélkül is tovább jut a csapat a selejtezőkön. A kosárlabda rajongók nagy része reménykedik abban, hogy a kapitány valahogyan mégis posztján maradhat, ehhez azonban a távozó sportszakember akarata is kellene. Én nem látom a esélye ezután, hogy kijöttek és azt mondták, hogy beismertem hiba, és azért lemondtam. Ezután én úgy gondolom, ez a nyilatkozat kicsit erős volt. Egy nap alatt 2-szer okozott balesetet egy ittasan vezető nő. Hétfőn délelőtt egy kerékpárját szabályosan toló gyalogost gázolt el a sofőr egy nyíri úti zebrán. A nőt miután kiderült, hogy ittasan vezetett, kihallgatták, elvették a jogosítványát. Ő azonban mindezek ellenére újra autóba ült, Solt-Vadkertre hajtott, ahol még mindig ittasan újabb balesetet okozott, majd távozott a helyszínről. Ezek a felvételek hétfő délelőtt készültek, amikor egy kerékpárját toló gyalogost gázoltak el a Nyíri út egyik zebráján. Aznapi adásunkban foglalkoztunk is az üggyel, azóta viszont újabb fordulatot vett az eset. Kezdetben arról szóltak a hírek, hogy egy 53 éves Csongrád megyei nő járművével elütött a zebrán egy maga mellett bicikliét toló, szabályosan közlekedő, 67 éves helyi asszonyt, aki súlyosan megsérült. Kérkező kollégáim a nő vezető engedélyét elvitték, valamint vele szemben büntetőeljárás indult. A nő ittasan vezetett, ezt a szonda majd a vér és vizelet mintavétel is alátámasztotta. Ekkor azonban nem ért véget az ügy, fordult egyet a történet. A sofőr kihallgatását követően immár jogosítvány nélkül visszaszállt gépjárműjébe, és Solt-Vadkert felé indult. Solt-Vadkerten egy anyagi káros balesetet okozott, és éppen csak egy pillanatra állt meg, majd továbbhajtott a helyszínről. A kollégáim
ismételten igazoltatták és ellenőrizték, ismét felmerült az ittasság gyanú, amit az alkalmazott szonda is alátámasztott. Vele szemben ismételten büntetőeljárás indult. Az ügyek egyesítése után a nőt őrizetbe vették a kecskeméti rendőrök, akik előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Hét jelzőlámpás kereszteződés, három turbó körforgalom, valamint 2 kilométer gyalog- és kerékpárút is épül az Izsáki út négysávosítása keretében. Erről tájékoztatta a Kecskeméti Média Centrumot a beruházó NIF ZRT. A kiviteli tervek júniusban készülnek el, ám a munka megkezdésének időpontja még nem ismert. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-t bízta meg az Izsáki út felújításának előkészületeivel. A társaság szerint a projekt célja a városközpont és az M5-ös autópálya közötti menetidő, valamint az útszakaszon tapasztalható torlódások csökkentése. A fejlesztés keretében elkészül majd a Kecskeméti főút lakott területi szakaszának 2x2 sávossá bővítése 2,5 kilométer hosszan, illetve a burkolat megerősítése 1 kilométeres szakaszon. A beruházás során 7 jelzőlámpás kereszteződés és 3 turbókörforgalmú csomópont is megépül, de a terveknek része egy 2,1 km hosszú gyalog- és kerékpárút, illetve 900 méternyi kerékpározásra kijelölt útszakasz kialakítása is. A NIF ZRT tájékoztatása szerint az engedélyezési eljárás az elmúlt év végén indult, ennek kiadása februárra várható. A kiviteli tervek pedig idén júniusban készülnek el, a munka megkezdésének időpontja egyelőre nem ismert. A Bács-Kiskun megyei vállalkozók számára is sok lehetőséget jelent a paksi atomerőmű bővítése. Az új blokk több ezer embert vonz majd Paks térségébe, akiket minden téren ki kell szolgálni. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat azon dolgozik, hogy lehetőleg a térségben dolgozó vállalkozások kapják ezen a téren a legfőbb szerepet. 4 megye írt alá megállapodást a Paksi atomerőművel, valamint Süli Jánossal a Paksi atomerőmű 2 új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterrel. Az elmúlt héten az érintett megyék képviselői ültek le közös tárgyalóasztalhoz. Baranya, Somogy, Tolna megye és Bács-Kiskun megye. Mostani tárgyalással szeretnénk Bács-Kiskun megye pozícióit erősíteni, tehát azokat a lehetőségeket megtalálni, amiben együtt tudunk működni. Az atomerőmű bővítése révén több területen is szükség van beszállítókra. A mezőgazdaság számára ugyanúgy munkát adhat a fejlesztés, mint akár a logisztikával, infrastruktúra fejlesztéssel, vagy éppen a turizmussal foglalkozó cégek számára. Mindez Bács-Kiskun megye Kalocsai régiójában főleg, de a megye több területén is azt jelenti, hogy könnyebb lesz a fiatal szakembereket is akár helyben megtartani. Az infrastruktúra például az utak állapotának rendbehozatala, a megközelíthetőség, az itt Bács-Kiskun megyére is mindenféleképpen, tehát a mi közútjainkra is hatással lesz. A fejlesztéseknek köszönhetően a kormány tervei szerint felújítják majd az 52-es számú főutat, de új ipari parkokat is létesítenek Kalocsa térségében, amelyek kialakítását már a topos pályázatokkal is igyekezett elősegíteni a megyei közgyűlés. Az előrelátható lépések is azt szolgálják, hogy Bács-Kiskun megyének sikerüljön méretarányos részt elnyernie a paksi bővítéssel keletkező lehetőségekből. A Platán idősek otthonába látogattak el ma a Magyar Ilona Általános Iskola 2. osztályos tanulói. Az eseményen a fiatalok apró ajándékokkal lepték meg az idősebb generáció tagjait. A szerda délelőtt megrendezett programra a gyerekekkel együtt a Kutyával egy mosolyért alapítvány önkéntesei is ellátogattak 3-4 lábú segítővel. Az általános iskola tanulói a rendezvény kezdetén bepillantást nyerhettek a Platán idősek otthona életébe. Az intézmény vezetője elmondta, nagyon jó kezdeményezésnek tartják a különböző generációk találkozását, és azt, hogy a tanulók látják, hogyan is működik az otthon. A Magyar Ilona általános iskola nagy hangsúlyt fektet az érzékenyítésre, hiszen ezekkel a programokkal másoknak is segítenek. Az eseményen a szépkorúak több műsorszámot is megtekinthettek, többek között versmondást, éneklést és kutyás előadást is.
Az IKEA tervei szerint 2020 végén nyitna meg Kecskeméten is a lakberendezési áruházlánc vidéki átvételi pontja. Azt egyelőre nem tudni, hogy a helybehozott termékkiadás milyen pluszköltséget jelent majd a vásárlóknak. Évvégére Debrecen, Pécs és Veszprém mellett Kecskeméten is új termékkiadásra szolgáló úgynevezett átvételi pontokat létesít az IKEA. A vidéki bázisokat nem a svéd lakberendezési cég, hanem külsős vállalkozások üzemeltetik majd. Az új átvételi pontoknak köszönhetően az IKEA termékeiért a jövőben nem kell feltétlenül a fővárosba utazni vagy házhoz szállítást kérni, hiszen ezeken a kihelyezett helyszíneken is kényelmesen felvehetők lesznek majd a megrendelt árucikkek. A tervek szerint a megrendelések online és áruházi vásárlás esetén egyaránt 3 napon belül érhetők majd el az átvételi pontokon. Egyelőre azonban az idekért termékek szállítási költségéről nem született döntés. Részletesebb információt tavaszra ígért a cég. Tűzesetek, tűzvészek Kecskeméten 1848 előtt címmel mutatták be keddeste Ádám András nyugalmazott biztosítási szakértő helytörténeti kutató könyvét a megyei könyvtárban. A kötet Kecskemét régmúltjából foglalja össze a tűzvészek körülményeit, a keletkezett károkat. Kitér azokra az erőfeszítésekre is, amelyekkel a mindenkori városvezetés megpróbálta megelőzni a tűzkárokat, menteni a menthetőt, megóvni a lakosságot. A könyv szerint a tűzvészek noha szomorú, sötét lapok egy város történetében, hosszabb távon sokszor a fejlődés lehetőségét teremtik meg. S mivel itt történt ez Kecskeméten is, a szerző hite szerint fontos ismerni ezeket az eseményeket. Egyrészt a sok emberi szenvedés és a bekövetkezett változások miatt, másrészt az összefogás és a segítő szándék csodálatos példáit tapasztalhatjuk meg általuk. Több mint 300 gyerek és felnőtt ismerkedhetett meg a jégkorong világával szerdán a Lánchíd utcai sport általános iskolában. A Magyar Jégkorong Szövetség sportág népszerűsítő programján Szuper Levente jégkorongozó kapus saját élményeiről beszélt a gyerekeknek. Alsós gyerekekkel és jégkorongosokkal telt meg szerdán délelőtt a Lánchíd utcai sport általános iskola. Az intézmény sportcsarnokába érkezett ugyanis a Magyar Jégkorong Szövetség gyere hokizni rócsója, ami a sportág népszerűsítését tűzte ki célul. A gyerekeknek legjobban a felszerelés kipróbálása tetszett, ráadásul az eszközök nevének kitalálásáért jutalmat is kaphattak. A szervezők emellett bemutatták a tanulóknak a hoki történetét és ismertették a szabályokat. Mindebben segítségükre volt Csúszka, a magyar válogatott kabalája, és Szuper Levente, magyar jégkorongozó kapus, az első magyar játékos, akit NHL csapat, vagyis profi jégkorongligában szereplő klub szerződtetett. Szuper Levente mesélt a gyerekeknek arról, hogy hány évesen ismerkedett meg a jégkoronggal, és milyen sikereket ért el a sportban. A sportági bemutató délutáni részében korcsolya oktatáson vettek részt a gyerekek, a Benkó Zoltán Szabadidőközpont jégpályáján első és másodikos osztályos diákok rendhagyó testnevelés óra keretén belül járnak korcsolyázni. A lehetőséget három Széchenyi városi intézmény kapta meg a Kesivel kötött együttműködésnek köszönhetően. A mai roadshowról és a jégkorong edzésekről bővebb összeállítást láthatnak Kiemelő című magazin műsorunkban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Távozik posztjáról Ivkovics Stojan, a férfi kosárlabda válogatott szövetségi kapitánya a februári Európa-bajnoki selejtezők után. Először Kecskeméten ittasan gázolt el egy embert egy nő, emiatt elvették jogosítványát, de még aznap Soltvadkertre hajtott, ahol még mindig ittasan újabb balesetet okozott, majd távozott a helyszínről. 7 jelzőlámpás kereszteződés, 3 turbókörforgalom, valamint 2 kilométer gyalog és kerékpárút is épül az Izsáki út 4-sávosítása keretében. A kiviteli tervek júniusban készülnek el, ám a munka megkezdésének időpontja még nem ismert. A Bács-Kiskun megyei vállalkozók számára is sok lehetőséget jelent a paksi atomerőmű bővítése. Az új blokk több ezer embert vonz majd Paks térségébe, amiket minden téren ki kell szolgálni. Ő
Önök a híres híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a hírórát a kiemelővel, amelyben vendégünk lesz Újhídi Tibor, a Kecskeméti Sportegyesületek Szövetségének elnöke, akivel a közelgő sportbárról, valamint a kecskeméti fiatal olimpikonok támogatásáról beszélgetünk. Ezt követően megtekinthetik a ma megrendezett Gyere Hokizni című roadshowról készült összeállításunkat, valamint azt, hogyan zajlott Kiskunfélegyházán 200 madárodú kihelyezése. Olvassák és nézzék hírportálunkat a cím híres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezzünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön kezdetben többnyire napos időre számíthatunk, majd délutánra megnövekszik a felhőzet. Helyenként zápor, hózápor alakulhat ki. A nyugati, délnyugati szél élénk vagy erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 9 fok között alakul. Pénteken többnyire erősen felhős idő várható, de délután a Dunántúlon napos időszakok is lehetnek. Kezdetben több felé, délután kevesebb helyen várható eső, zápor. A nyugati, délnyugati szél élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 7 és 13 fok között valószínű. Szombaton többnyire közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, helyenként eső, zápor várható. A délnyugati szél élénk vagy erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű.